Önök szerint mi lenne az ideális stratégia most az ellenzék részéről, amikor látszott, hogy mondjuk Magyar Péter hány ember tud megmozgatni, és az ellenzék? Mit kéne most tenniük a pártok vezetőinek? Szerintem tisza virág életű, tisza párt. Tehát akkor csak ki kell várni, amíg hanvába hol az ellenzék részéről, azt gondolja? Hát én szerintem igen. Magyar Péterrel szemben az ellenzéknek hogyan kéne hozzá visszanyúlnia? Én ezt jónak tartom, hogy most van. Tehát nem is nevezem meg. És akkor megszűnik? Nem, meg nem szűnik. De leleplezi majd magát idővel. Én szerintem ez a Magyar Péter most akarja megnyitni az utat Orbán családnak, meg a régi, vagy előteljes fideszeseknek, akik, hogy el tudjanak menni az ellopott pénzekkel. Semmi másról nem szól. Hát én úgy gondolom, Magyar Péter kinyilvánította, hogy melyik oldalon áll a demokratikus pártoknak, már a ellenzékben lévőknek szerintem semmilyen közös pontjuk nincsen. Abszolút. Nekem van egy teóriám, hogy mindössze egy generációváltást akarnak végrehajtani a Fidesznél. Ennek egyik képviselője ő saját maga. Én őtől azt várom, hogy leváltsa Orbánt. Kitől? Hát a Fideszen belül. És akkor az miért lesz jó az ellenzéknek? Hát azért, mert akkor lenne egy új választási törvény, és akkor lehetne győzni. Semmi érdemleges dolgot nem mond, csak megmozgatta az embereket. De hát valamiért mégis megmozgatta az embereket. Mi lehet az, ami benne megvan, és az ellenzékből meg hiányzik, vagy hiányzott az elmúlt 14 évben? Hát ez szerintem hiányzik a Fideszből is, mert sokan voltak a Fidesztől is a tüntetésen. Hát ezt nem tudjuk, hogy hát nem tudjuk, de ez nem mindenki az ellenzék volt. Igen. Vannak, akik felkészültek arra, hogy véget vessenek a bizonytalanságnak. Olyan politikusok. Nagyjából ugyanazokat mondja, amit az ellenzék mond 14 igen, éve. Pontosan ezért sem értem, hogy mivel elfogadottabb, megmagyarázzák esetleg azt, hogy ő belülről jött azért, van ez az elfogadás. De éppen nekem pont az ellenkező hatását fejti ki, attól nekem nem lett szimpatikusabb egyáltalán, hogy ő az ellenzékbe bármit mond, hiába, hogy ugyanazt mondja, de ugyanakkor meg kinyilvánítja, hogy a Orbán nélküli Fidesszel össze tudnak mondani. Mi oldalunkon ez teljesen kizárt. Honnan jön? Mit csinál? Ezt kijelenti, közben elmondja azokat a dolgokat, amit a DK elővezetett választási kampányként. Akkor miről beszélünk? Esetleg van valami, amit mondjuk Magyar Pétertől tanulnia lehet az ellenzéknek, tekintettel arra, hogy ő hány embert vitt ki így a kampány elején? Ez egy olyan dolog, ami azért mozgatta meg az embereket, mert akik csalódtak úgymond mindkét oldalban. Unják ezt az egészet már, ezt az egész 14 évet, Ami történik a 14 év alatt, és mindenki valami újat szeretne. Csak az a baj, hogy a Péter az nem nagyon mond semmit, hogy ő mit csinálna, mit szeretne csinálni, vagy hogyan változtatna az egészen. Végül is ő nem kommunikál ilyenekről. Jelentett veszélyt az ellenzéknek a szereplésére? Magyar Péter megjelenése a következő Hát elképzelhető, hogy az ellenzéki szavazókat is meg tud nyerni. Nem tudom, nem látom. Önre hatással volt? Nem, én nem változtattam a nézeteimben, én már öreg vagyok. Szerény megváltásom szerint Nenekit is úton alatt készít elő, és ezt valahogy, ha van némi nemű igazam, mert nem én vagyok hivatott ezt eldönteni, akkor gyakorlatilag ezt kéne megerősíteni, és az embereknek tudatosítani csak és kizárólag az ellenzékkel, főleg a DK-val, aki semmi nemű munkát nem végzett együtt a Fidesszel. Tehát akkor nem jelent különösebb veszélyt? Úgy gondolja? Ha kapálózik ez az ellenzék, akkor se tud elérni sokat. Mert most akkor a tömegmented a mögé, hogy ez lett. Tehát ezzel még rosszabbat lesz, én szerintem. Hagyni kell.